doors opening. My heart is... Londonba, úgyhogy ez most egy ilyen rövidebb párnapos londoni vlog lesz, amit láthattok majd. A reggel igazából úgy indult, hogy hajnal 2-kor keltünk, 3-kor elindultunk, mert 4-re már a reptéren kellett lenni, és 6-kor indult a repülő. Elég érdekes repülőutunk volt, mert hogy nagyon erős volt a turbulencia, úgyhogy vagy egy órán keresztül, vagy fél órán keresztül azért így dobált a gép. Amit én őszintén bevallok, hogy nem félek azért ezektől, de egy ponton már ez sok volt, tehát már ott voltam, hogy jó, most már ez így elég lesz. Aztán megérkeztünk Londonba, ahol sütött a nap, tök jó idő volt, vagy tök jó idő van még most is, és leszedtek a segítők a gépről, utána pedig busszal és vonattal bejöttünk a városba, most pedig itt vagyunk Londonba, átvettük már a szobát, ami nagyon szép és akadálymentes, ezt majd mindjárt látni fogjátok egy ilyen pár klipben, és aztán most mindjárt elmegyünk és reggelizünk, vagy hát inkább már ebédelünk, mert most már ahhoz közelít az idő. Na, itt van egy ilyen kis előszobarész, van itt egy tévé, kanapé, igazából ez ilyen, nem tudom, kicsit ilyen chill out room jellege van, és aztán úgy van, hogy a háló szoba, az pedig itt van, úgyhogy hogy tévé, ágy, rajta már a sapkám, és az ablak, ami az utcára néz. És ami itt ugye különleges az egészben, az az, hogy tényleg kerekesszékkel tükről el lehet férni, illetve a fürdőszoba, hogy elég sok ilyen kapaszkodó van. Jó. Szóval elég sok ilyen kapaszkodó van, és a fürdőszobában is, vagy hát a fürdőkádnál is van ilyen kapaszkodó. Abba ugye, hogyha vagy ezekben, amik itt vannak, ezekben lehet, amikor én mondjuk kerekesszékkel mászom be a fürdőkádba, akkor ezekbe tudok kapaszkodni, illetve van ilyen kis szék, amit bele lehet tenni szintén, és akkor azzal azon ülni. Én mondjuk ezeket annyira nem szeretem, tök jól, de vagyok a kertben, aztán kibe mászom, és lejjebb van a Zuhany Rózsa is. Tehát egy akadálymentes szobában igazából talán ez az egyik legfontosabb rész, vagy fontosabb részek, hogy ezek meglegyenek. Meg aztán az, hogy tényleg az ágy körül normálisan lehessen közlekedni, tehát ugye nincs az, hogy mit én egy asztal vagy bármi más ráborul, és most megpróbálok az ablakhoz menni, hogy kicsit kinézzünk együtt. Ah, ez menni fog. Na hát igen. Szevasz, London! Nálad. Szóval úgy ott tartottam, hogy becsekkoltunk a szobába, elmentünk megnézni egy kicsit a karácsonyi világítást, ami most már azért egyre jobban kezd látszódni az utcán, és elmentünk Shake Shack-be enni, aztán utána elmentünk és az Oxfordon
az Oxford Street-en sétáltunk egy kicsit. Most pedig még visszamegyünk, megnézzük a Winter Wonderland-et, mert kíváncsiak vagyunk, hogy így este milyen kivilágítva, úgyhogy indulunk és fedezzük fel télen, azaz karácsonykor London-t. Na, szóval hagyom úgy azt kértem, hogy a Trafalgar téren is voltunk, illetve még tényleg egy-két helyen sétáltunk, úgyhogy nem tudom, Londonban én már nem először járok, de még mindig imádom. Christmas card.